Sziasztok, Marika vagyok. Most nem volt kedvem sütni, úgyhogy a Spice-ből idehoztam ezt a kekszet, ma olyan régen vettem. Ez ilyen 7 centi átmérőjű, úgyhogy elég nagy keksz, hát vannak nagyobbak is. Egy csoki krémmel van töltve, elég hiányosra látjátok. Na, mindegy. Én most egy csokoládékrémet fogok hozzá készíteni, és a kekszet majd belemártom ilyen instant kávés forró tejbe. Mert már egyszer készítettem egy hasonlót, svájci vajkrémmel. Tudjátok, milyen finom a svájci vajkrém, amelyetek készített már, eszméletlen finom. Csak hogy a kekszet, keksz nem szívott be belőle semmit, ezt olyan volt, mint a betűn. Én ettem meg egyedül. Sőt, mire is fagyasztottam, hát utána jól lesz, de akkor is beton volt, de kegyetlen finom volt. Na, elmondom akkor hozzávalókat. 18 darab ez a keksz. Hát, hogyha vesztek, akkor sokféle van, sokféle, úgyhogy nem számít, hogy én miért vettem, mert sokféle van, és azért aránynak finomak, bár így magában így egy kicsit száraz. Azért gondoltam, most ezt megcsinálom így. Ide raktam 100 ml tejet, ezt fel fogom forrósítani, és akkor egy teáskanálra való instant kávét fogok belekeverni, abba fogom majd ezeket belemártogatni. Jó forró legyen a tej, hogy azért valamit szívjon be, mert különben száraz lesz. 200 ml 30%-os tejszín, rendes tehén tej, 200 ml. 150 g a porcukor, ezt majd megszitálom. 130 g a vaj, hát mostan véletlenül nem a 80%-os vagy 82%-os vajat vettem elő, ez kevesebb, 60 valamennyi, ezzel is jó lesz, mert a svájci vajkrém is jó volt. Akkor a csokoládé, az hát az elég sok, az nem olcsó így, ez boci étcsoki, ez rajtok, azt hiszem 52%-os kakaótartalma van, és akkor egy csipetsó, ja, és egy vaníliás cukor, most ilyen bourbonossal vettem, ez ilyen barna belül, de intenzívebb az íze, mint annak a simának, úgyhogy mostanában ezt vettem, ajánlottátok is. Aztán tényleg meg vagyok vele elégedve, igen finom. Porcukrot megszitálom, és minden megy ide bele be az edénybe, és lassú tűzön föl fogjuk forrósítani. Besűrítjük. Mégis elővettem az 1000 éves fakanalamat, ezt csak ugye arra használom, hogy megjebb a jelölve, bele a sót beleraktam, bele a csokoládé, a vaníliacukrot mind belerakom, kevesebb kellene, de én mind belerakom. Fele is elég lenne. Látjátok, ilyen barna. De igen finom illata van, és akkor bele a tejszín. Bele a tejszín. És a tejszínnél hova tettem, várjatok. Tejszínnél, hogyha van itt ilyen kis sűrű rész, ezt mindenképpen rakjátok bele, mert ugye mondjuk fel akarnánk várni, akkor ugye ez verődne föl, ez az igazi tejszín rész. Úgyhogy ezt nehogy ott hagyjátok, mert ez kell bele. Meg hát mindenképpen. Bele az instant kávé. Elgyújtottam alatt a gázt, és akkor kisebb lángon fölfőzzük, besűrítjük. Már elolvadott a vaj, úgyhogy most már csak be kell sűrítenünk. Hát olyan közepes lángon van, nézzétek. Jobb ez a fakanál, mondjuk ezt csak süteményre használom, azért van megjelölve. Már úgy borékol, most aztán tényleg folyamatosan keverni kell. Nehogy belevigyem pörköltbe vagy valamibe, 2 darab van belőle. Már ugye a szilikon gyenge, hát az gyenge, az nagyon kicsit kisebbre kell venni, hogy ne forjon annyira. Besűrítjük.
negyed órája kevergetem. Így körülbelül így bugyogott, hát most már jónak ítélem meg. Ugye majd még sűrűsödik, ahogy hűl. Szobahőmérsékleten fogom kihűteni. Azt ajánlották, ahol láttam ezt a krémet. Úgyhogy közben majd megkeverem, hogy ne bőrösödjön meg a teteje. Aztán majd jövök a továbbiakkal. Nincs meleg, nincs hűtés, úgyhogy a 20 fok lehet. 19-et látok, lehet, hogy 20, tudom, 19-20 fok van, úgyhogy hamar ki fog hűlni, el is zárom alatta, én ezt már nagyon szép, jónak ítélem. Majd jövök. Kevés krémet félre raktam, ezt a többit pedig ki fogom habosítani. Majd teszek mindjárt. Ne engedjétek teljesen kihűlni. Ezt én nem láttam az infóban, mert rá kellett melegítenem, de így se olyan tökéletes az állaga, de lehet, hogy a vaj végett, ugye már nem 80%-os a vaj, de most már talán jó lesz. Tejet még melegítettem. Belekeverem ezt a kávét. És amikor valami nem sikerül, akkor azt csináljuk, hogy összetördeljük áztatás után, és akkor berakjuk egy tálba. Összekeverjük a krémmel, nem cirkuszolunk, nem dobjuk el, mert ez azért egy kicsit sokba került. Most oda berakom, ez egy sütőzacskó. Katasztrófa, de ha jártam így máskor is, csak nem ilyennel, gondolom ti is. Na, szóval nem jobb dobjuk el, most én ide beraktam, aztán majd ha megköt, holnap, akkor ki fogom innen szedni, és csokimázzal leöntöm, ha sikerül. És akkor mi meg tudjuk enni. Amit félre raktam krémet, azt is belekevertem, mert ugye azzal már nem tudok mit csinálni, mert nem biztos, hogy jó lenne. Lehet, hogy ilyen szemcsés lenne, nem tudom, lehet, hogy a vaj a hibás, ehhez nem ez a fajta vaj kellett volna, vagy nem ez a fajta csoki. Hanem tudjátok, az a pasztillák vagy mi, nem rendes étcsoki. Na, itten sok hiba volt, mert nem úgy csináltam, ahogy a recept van, mert nekem olyan nincs itthon, 70%-os csoki, meg mi volt még, hát ja, ilyenek nincsenek. Meg a vaj se, azt vettem elő, ami belevaló. Ja, de azért majd szerintem ehető lesz, meg az is én megeszem. Majd jövök, ha mégis jó lenne, ehető lenne, ha nem, akkor nem láttátok ezt a videót, vagy hát nem látjátok. Akkor nézzük meg, hogy ehető-e a sütemény, ami nem sikerült. Ugye csokimázt akartam a tetejére, de úgy döntöttem, nem rakok van ebbe annyi csokimázt, annyi költöttem rá, aztán mégse lett jó, úgyhogy szóval nem lett olyan, ami erre szerettem volna. Úgyhogy én már többet nem áldozok rá. Megszórtam ilyen aranyszínű gyöngyökkel. Így majd csak én eszem meg, már a papa azt nem szereti. Várjátok. Csak egy vékony szeletet. Jobb lett, mint az eredeti. Ugye ennek még állni kell majd. Még egy kis diót keverek bele, akkor tökéletes.
nem lehet, mert ugye jó dolgok vannak benne, csak hát nem az lett, amit szerettem volna. Úgyhogy ti se ijedjetek meg, ha valami elromlik, gondolkodjatok és csináljatok belőle egy másik süteményt. Nagyon jó. Komolyan mondom. Nagyon finom. Még ugyanaz nap vagyunk. De mondom, nem várok holnapig. Az a gyöngy, az igen ropog. Nagyon finom. El lehet készíteni az elrontott süteményt is egy jó süteményé. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, úgy döntöttem, megmutatom. Ez is tanulság annak, aki eldobja, mert én tudok olyat, aki eldobta a süteményt, mert nem sikerült neki. Én csak egy süteményt dobtam a életemben, amikor porcukor helyett sót raktam. Hány éves voltam, várjatok? 22, azt hiszem, 22 éves koromban néztem a sót porcukornak. No. Hát csináltam én ilyeneket. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Remélem, odaírjátok, hogy nálatok milyen bakik vannak, vagy voltak, mert ha nem vagytok fiatalok, akkor már csak nincs, de hát ha én nálam előfordul 67 évesen, akkor miért ne fordulnál elő másnál is, nem? Gondolom én. Hát remélem, nálatok is, nem csak én vagyok egyedül ilyen. Ökött. No, de hát ugye ez ilyen saját kigondolás volt, és azért is nem sikerült, de a krém, azt nem értem, miért nem sikerült, mert ugye mástól néztem, csak ugye a csoki nem volt az a százalékos, és a vaj sem. Lehet, hogy az volt a baj. Ki tudja, ezt én már nem tudhatom. Írjatok kommentet, legyen szép napotok, szép hétvégét nektek, sikerüljön a hétvégétek jobban, mint nekem, mert hát nekem most nem sikerült ezzel a süteménnyel. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!